Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban ellátogatunk egy baromfi farmra, szó lesz a díszmadár tenyésztésről is, illetve a gazdaság bejegyzéséről. Előtte azonban következzenek aktualitásaink. A tejtermelők egyesülete azt követeli a szerb kormánytól, hogy további egy évre állítsa vissza a tej aflatoxin tartalmának határértékét, literenként 0,5 mikrogramra. Az egyesület szerint csak is így lehet megőrizni a szerbiai tejtermelést. Mint azt Ljubiša Jovanović, az egyesület elnöke megjegyezte, Szerbia tejtermelésének 30%-át az egyesületükbe tartozó gazdaságok alkotják. Szavai szerint az új szabályozás miatti kihívások könnyen tönkretehetik a szerbiai tejtermelést. Kiemeli, Szerbiában csupán 300 ezer szarvasmarhát tartanak, és ez a szám az aflatoxin botrány miatt tovább csökkenhet. Véleményük szerint a szerbiai tejtermelés rossz irányba halad, és az ország számára szégyen lesz, ha majd külföldről kell tejet vásárolnia. Hozzáteszik, jelenleg fennakadások vannak az aflatoxint semlegesítő zeolit, valamint az egészséges kukorica gazdáknak történő kiszállításában is. Ehhez kapcsolódó további hír, hogy montenegrói kereskedelmi vállalatok 110 tonna szerbiai importból eredő tejet küldtek vissza magas aflatoxin szint miatt. A tej a belgrádi Imlek és a Sabaci tejgyár készletéből való. Petar Ivanović, montenegrói mezőgazdasági miniszter arra szólította fel a forgalmazókat és a kereskedőket, hogy szabaduljanak meg a fertőzött árutól, és üzleteikben kizárólag ellenőrzött minőségű, egészségileg is biztonságos tejet árusítsanak. Szerbiában 2012-ben 11 ezer tonna sertéshúst importáltak, négyszer annyit, mint az azt megelőző évben, közölte Nenad Budimović, a szerbiai gazdasági kamara tanácsosa. A behozatali hús nagy részét feldolgozzák, azaz húskészítményként kerül az asztalunkra, mondta Budimović, hozzátéve, hogy a behozatali sertéshús értéke tavaly 30 millió dollár volt. A húsnak több mint a 90%-a az uniós országokból, Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, Franciaországból, Lengyelországból, Magyarországról érkezik, sorolta Budimović, s hozzátette, a baromfi és a marhahús behozatala jóval kisebb volt. Magyarázata szerint a húsbehozatal mértéke azért nőtt, mert csökkenőben a hazai sertésállomány, ezzel együtt a hústermelés is, de a kínálat és a kereslet miatt is, hiszen a nyersanyagot, ez esetben a húst, sokkal olcsóban szerezhetjük be külföldön, így alacsonyabb lehet az ára a hazai piacra feldolgozott húsárunak, tudósít a tanjuk. Budimović rámutatott arra is, hogy főként alacsonyabb árkategóriájú húst hozunk be, amit eleve feldolgozásra szánnak, azért is importálják fagyasztva, hogy azután fokozatosan a feldolgozás igényei szerint olvasszák ki. 2012-ben Szerbiában 9796 tonna friss marha és borjúhúst, 35.956 tonna sertéshúst, 237 tonna bárányi és birkahúst, valamint 33.957 tonna baromfi húst állítottak elő. A hústermékek közül 55.094 tonna volt a különféle kolbász és felvágott, 22.883 tonna tartós, 3.078 tonna pedig féltartós húskészítmény. Szerbiában a szántóföldek ára fél év leforgása alatt hatalmasat ugrott. Míg az ősszel egy hektár országos átlagban 8000 euró körül alakult, manapság akár a 16000-et is eléri. Szakértők szerint a földárának hirtelen ugrása abból ered, hogy bebizonyosodott, hogy válságos időkben ez a legbiztosabb beruházás. Másrészt pedig, és valószínűleg ez az észszerű magyarázat, az utóbbi években 230 külföldi cég vállalkozás vásárolt termőföldet Vajdaságban, összesen 6,4 milliárd euró értékben. A folyamat azonban még nem fejeződött be. A termőföld értékének növekedésében a múlt évtizedben komoly szerepet játszott a nagymezőgazdasági birtokok magánosítása is, ami oda vezetett, hogy kikerült a föld az állam kezéből, és az új gazdagok tulajdonába vándorolt át, akik ki tudja, milyen üzleti tervet szövegetnek ezek további sorsát illetően. Immár nem titok, Szerbia Európai Unió csatlakozásával a termőföldek értéke megtöbbszöröződik. Milan Sevárlić, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára is rámutatott arra, hogy a világ egyik legminőségibb termőföldjét szívesen szeretnék magukénak tudni a hazai üzletemberek is, akik tranzíciós üzérkedésekkel pénzhez jutottak. A szántóföldek értékének növekedése nem csupán a hazai telepre vonatkozik, hanem az egész régióra, sőt világviszonylatban tapasztalható.
Mind több jel utal arra, hogy a töltőállomásokon többé nem lehet vásárolni D2-es gázolajat. Európai Uniós nyomásgyakorlásra ugyanis Szerbiában is beszüntetik ennek a gázolajnak az előállítását, és a legújabb normatíváknak megfelelő Euro 5 minőségű üzemanyag forgalmazható. Nem csupán a hagyományos gázolajtól búcsúzhatunk el, hanem a 95 oktános prémium benzintől is. Hivatalos magyarázat szerint ennek a két üzemanyagnak a gyártását már két évvel ezelőtt, 2011. január 1-től be kellett volna szüntetni, de ez idáig vártak, hogy pontot tegyenek a pancsovai finomító felújítására. Miután novembertől Pancsován is a legkorszerűbb technológiával sokkal jobb minőségű üzemanyag állítható elő, nincs értelme továbbra is előállítani Európa legrosszabb üzemanyagát, hangoztatják a Szerbiai Kőolajipari Társaságok Egyesületében. A hagyományos D2-es gázolaj a környezetre is káros, mert a megengedettnél ezerszer nagyobb a kéntartalma. Tavaly évvége felé Zorana Mihajlović energetikai miniszter úgy nyilatkozott, tekintettel arra, hogy az Euro 5-ös minőségi szabványnak nem megfelelő üzemanyagok hirtelenszerű kivonása a forgalomból áremelkedéshez vezethet, arra az elhatározásra jutottak, hogy amíg a szerbiai kőolajipari vállalat D2-es készlete tart, és egyes fogyasztók, akiknek tulajdonában öreg traktor van, és az elavult gépparkot fenntartó katonaság nem tér át az új üzemanyagra, a D2-es forgalmazását 2013 derekáig meghosszabbítja. Még csak március idusán tartunk, de már hiányzik a gázolaj a töltőállomásokon. E hónap végéig lehet bejegyezni a gazdaságokat Szerbiában. Most azt fogjuk meglátni, hogy a kanizsai gazdák hol tartanak ebben a fázisban. Már csak egy hét áll a gazdák rendelkezésére, hogy felújítsák gazdaságuk bejegyzését. A magyar kanizsai községben azonban a keddi adatok szerint mindeddig csak a gazdaságok alig több mint egyharmadát jegyeztették újra. Jelenleg a legfrissebb információk szerint, amit a Trezorból kaptunk, 1300 gazda frissítette bejegyzését a 3100-ból, és ugye március 20-át írunk. Várhatóan idén is, mint ahogy minden évben, az utolsó napokra fogják hagyni a gazdák a frissítést, a gazdaságok felújítását. A tanácstag attól tart, hogy a széleskörű megelőző tájékoztatás ellenére sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy a legújabb előírások értelmében minden évben fel kell újítani a gazdaságok bejegyzését. Félő, hogy sokan nem is tudják azt, hogy újítani kell. Gondolják lehet, hogy azt, hogy az előző években volt, hogy ha nem jelennek meg, akkor előzően a régi, automatikusan az előző régi állást veszik majd alapul, ami nem így van, úgyhogy fontos lenne, hogy mindenki minél hamarabb megjelenjen a falugazdász irodában, vagy pedig a kijelölt helyi közösségekben, a kijelölt helyeken, ahol a falugazdász lányaink dolgoznak, segítenek kitölteni, segítenek frissíteni a bejegyzést, vagy pedig személyesen a Trezorban legyenek szívesek minél hamarabb, mivel a támogatások csak azoknak fognak járni, állami támogatások, akik ezt az aktív státust megkapták, illetve felújították a gazdaságukat. A törvények és az előírások gyakran, szinte miniszterről miniszterre változnak, ami zavart kelt a gazdák körében. Az első év, amikor ez így van, hogy kell frissíteni minden évben, és egy kicsit késve is kezdődött az egész, tehát február 1-ével nem kezdődött, hanem március 1-ével, úgyhogy rövidebb idő, és ugyanannyi munka, illetve lehet, hogy több munka, mert mondom, nem automatikus az, hogy frissül az állás, vagyis hogy a régi állást veszik, tehát ez nem automatikus. De miért volt ez az egy hónapos késés gyakorlatilag? Hát a formanyomtatványok egyszerűen nyomtatása, az új törvény ugye életbelépését várták, utána pedig ugye kezdték nyomtatni a formanyomtatványokat, és az egész így elcsúszott a dolog. De hát akkor, ha fizikai lehetetlenség gyakorlatilag majd ezt befejezni, akkor nem már eleve úgy kellett volna meghatározni a határidőt, hogy hosszabbra, nem pedig majd esetleg 30-án bejelenteni, hogy meghosszabbítjuk két hétre, amit viszont még most nem tud senki. Természetesen, hogy hosszabbra kellett volna hagyni, viszont hát ez most így van, sajnos. Még plusz egy gondot jelenthet az, hogy az új törvény szerint az azonos címen élő családtagoknak nem lehet külön néven bejegyzett gazdaságuk, úgyhogy a gazdaságok egyesítése is időt vesz igénybe. Ez külön még egy, hogy is mondjam, gondot jelenthet a termelőnek. Ez aztán már a kataszteri hivatalnak is ad munkát külön, nem? Bizony, így van. Úgyhogy
Most elég összetett ez a feladat. Az idei évben gondolom én, hogy most az idei év az a úttörő ebben, úgyhogy aztán jövőre gondolom, hogy hosszabb idővel, és akkor már gördülékenyebben fog menni ez a dolog. Hány falugazdás tevékenykedik ezen a munkán? Rengetegen jönnek, és hát nem két perc azért kitölteni ezeket az űrlapokat. Négy falugazdás dolgozik a községben, Kanizsán mindig egy itt van, és a helyi közösségekben pedig a többi három meghatározott napokon, amik ugye meg vannak hirdetve, úgyhogy megállás nélkül túlórában is csinálják. Hát ilyenkor most ennek van az ideje, és tényleg nagyon segítőkészek, úgyhogy rajtuk nem múlik, tényleg csak menni kell, és tényleg ne hagyjuk az utolsó napra ezt. Talán az időjárás is közrejátszik abban, nem csak az esetleges, nem eléggé jól informáltság, hogy az emberek most mennek, hiszen egyelőre most még nem tudnak a földeken sem dolgozni, hiszen a hó és az eső egy kicsit csúsztatja a munkálatokat. Így van, ez most egy kicsit meglepett bennünket, úgymond, megint az időjárás. Viszont én gondolom, hogy nagyon szépen, tehát időben fognak tudni mindent elvégezni. Tudják ők, hogy mit, hogy kell csinálni. A gazdaságok számának arányában a község falvaiban és Magyar Kanizsán nagyjából egyforma mértékű a lemaradás. Nagy kérdés, sikerül-e a hátralévő 6 nap alatt elvégezni a még megmaradt gazdaságok újbóli bejegyzését. Az lenne a megoldás, ha a minisztérium meghosszabbítaná a húsvét vasárnapján lejáró határidőt, mert a késedelemre nem a gazdák miatt került sor, a bejegyzés elmaradása esetén viszont ők maradnának a megfelelő állami támogatások nélkül. Most ellátogatunk egy kisegyesi farmra, ahol broiler csirke tartással és neveléssel foglalkoznak. A Csíkprom Baromfi Farm 2007-ben kezdte meg a működést. Jelenleg a farm kapacitása meghaladja 350 ezer egyedet. Broiler csirkéket nevelnek. Na farmi se gaji teška linija pilića, znači imamo matično jato od 8000 roditelja i oko trenutni kapacitet je oko 200.000 pilića tronedeljnih. 600 nedeljnih negde oko 120.000 brojlera. Pilići dobijaju hranu koja se pravi u našoj mešaoni, znači u sklopu firme Chickprom postoji mešaona, stočne hrane. Prednost ovih pilića je što su potpuno zdravstveno bezbedni, oni su pod stalnim monitoringom veterinarske službe i hrana je, znači u hranu smo 100% sigurni da je bezbedna jer je mi proizvodimo. Zdravstveni uslovi su dobri iz razloga što imamo jedno od najsavremenijih objekata sigurno u našoj okolini i oni obezbeđuju bolje uslove za gajanje pilića. Naši pilići uglavnom idu u naše maloprodajne objekte. U sklopu firme Chickprom postoji mreža od 100 maloprodajnih objekata širom Vojvodine. Oni idu kao jednodnevni pilići iz naše inkubatorske stanice ili kao tronedeljni pilići u paketima od po 15 komada ili kao šestonedeljni. Šestonedeljne piliće također prodajemo preko maloprodajnih objekata, jedno možda 50%, a ostalo ide u klaničnu industriju. Da li dobijate neku pomoć od države? Ne, nismo tražili ni subvencionalne kredite, ni bilo kakve subvencije, sem za matično jato, što je zaista simbolična cifra od nekih par dinara po matičnom grlu. Šta su planovi? Pa farma svake godine za skoro 30% povećava svoj kapacitet. Evo, vidi se i dva nova objekta koja su u izgradnji, koja treba se pustiti u junu. Znači, povećat ćemo kapacitet za skoro 100.000 trojnih pilića do kraja juna. Plan nam je još jedna lokacija gde bi premestili matično jato i to. Pa zbog savremenosti proizvodnje i dobre opremljenosti farme, naša farma nema puno radnika, samim tim isključujemo mogućnost ljudske greške. Farma ima negde oko 12 radnika. I
innovációként a közelmúltban sikerült a farm egy részlegét ketreces tartási rendszerrel felszerelniük. Vajdaságban, de még Szerbiában is egyedülálló ez a módszer. A lényeg az, hogy egy bizonyos területen sokkal több csibét tudunk fölnevelni. Tehát 4 emelet, ahogy látták az előbben, tehát 4 emelet magasságban, és minden ketrecben 80 csirke, tehát négyzetméterenként így 80-at tudunk nevelni. Különben padlós tartásnál viszont csak 15-öt vagy 18-at. A többi épületben milyen módszerrel nevelik a csirkéket? A többi épületben az padlós tartás. Hogyha 3 hetesig, tehát előnevelt baronfénk van, kis csirkénk, akkor négyzetméterenként 30-tól 40 darabot tartunk, ha pedig nagykorig neveljük, tehát 6-7-es korig neveljük őket vágóra, akkor pedig 18-20-at. Van-e kereslet, megéri-e ilyen nagy számba csirkét tenyészteni, illetve csirkét nevelni? Megéri, mert az egyik legolcsóbb hús, és nagyon gyorsan fordul. Tehát 6 hét alatt kész, konyhakész húst tudunk kapni. Már régóta ebben a szakmában dolgozik. Mi a tapasztalata, van jövője a csirketenyésztésnek, vagy egyáltalán a baromfi tenyésztésnek Szerbiában? Igen, én már több mint 30 éve ebben a szakmában dolgozom, és azóta, hát meg úgy tapasztaljuk, ugye, hogy odahaza nagyon sok baromfit fogyasztunk, tehát van jövője. A Csikprom versenyképességének elsődleges oka a széleskörű technikai korszerűsítésnek tudható be. Viszont az sem mellékes, hogy a vállalat a takarmány előállításával kiszorítja a közvetítői szerepet a gazdálkodásból. Így jelentős összeget takarít meg. A Pannon gazdában időről időre kitekintünk, illetve kirándulást teszünk a hobbiállat és a díszállat, baromfi, díszmadár tenyésztésben is. Most Bajmokra látogattunk el. Ez egy pár, így? Ez is egy pár, igen. És honnan lehet megállapítani, hogy melyik a tojó és melyik a hím? Fajtától függően. Ezeknél a hófehér kisándoroknál a hímnek vérpiros a csőre, a tojónak valamennyivel fakóbb, amikor már ribarélettek. A kisándor hímeknek a más színváltozatokban pedig van egy őrzük, mármikor ribarélettek. Én kicsikét látom, most illetek, és kicsikét majd megfognak. Majd csöndbe leszünk. Nem, ezek kanályok. Kicsikék azok vannak, majd újra. Ezek az apró termetű díszmadarak milyen fajtához tartoznak? Több fajta madár van itten, ezek itten például kanári madarak, de vannak itten pintyek is, és az egzótákból is, az egzótáknak is több faja van itten nálam. Ennek a sok érdekes kis madárnak azért minőségi tápokra van szükség. Látom, hogy köles, napraforgó mag, mi az, ami még? Az a minimum, de a többit azt én általában az egészet én szoktam megtermelni. És mit fogyasztanak ezek a madárkat? Fürtösköleset, fénymagot, muharmagot, különféle gyümölcsöket, sőt még liszkukacokat is. Milyen a viszony a tenyésztő és ezek a kis madarak között? Mert mondja, hogy most egy kicsit ugye izgatottabbak, hogyha idegenek jönnek be, annyira ragaszkodnak a gazdájukhoz? Természetesen nem ragaszkodnak a gazdájukhoz, de a gazdájuk azt felismerik. És akkor, amikor bejövünk ide a madárházba, akkor általában ők az idegen személytől meg szoktak ijedni. Összesen hány fajta van itt az ön udvarában? 40 fajta madarak van most per pillanat. És ezeket mindegyiket tenyészti is? Hát többé-kevésbé, de javarészét nem tudom őket tenyészteni, mert azoknak a tenyésztése egy kicsikét körülményes. De igyekszem, hátra fog sikerülni egyszer. Mikor van ezeknek a madaraknak a fő tenyész szezonja? A fűt az ilyen apró madaraknak egész éven át keresztül, hogyha olyan helységben vannak, itt most én fűtök ezekre a madarakra, úgyhogy ilyenkor lehet őket tenyészteni, de viszont a nagyobb madarak, amik kint vannak, azokat mostkora tavasszal majd kezdem indítani őket, és hát remélhetőleg valamikor a nyár elején akkor fognak szaporodni. Gyere szépen! Nem kell megijedni. Gyere! Ezek milyen fajták itt most a kezében? Ez a kisebb, ez barátpapagáj, ez a nagyobb, ez pedig szikla, vagy pedig patagon. Ezek kézzel vannak nevelve,
Sajnos az apukája elpusztult, azért vettem ki a fészekből, ő neki az anyukája pedig háromat szokott kikeltetni, de kettőt szokott felnevelni, és akkor harmadikat azt a kétszer szoktam felnevelni. Az apák is nevelik a kis fiúkákat? Igen, etetik őket. Igen, igen. Közös munkával szokták felnevelni a fiókokat. Mióta foglalkozik ezeknek a díszmadaraknak a tenyésztésével? 25 éve, legalább 25 éve most már. Úgyhogy kisebb-nagyobb sikerrel szoktam őket tenyészteni. Kicsit körülményes. Egy ilyen madárnak mi az értéke? Hát ezek nem drága madarak. Ezek a vad madarak 25-30 euró körül vannak per darabja, de a szelidek általában duplája szoktak lenni. Igen. Na, jössz! És most rám szállt egy madár. Igen, persze. Ennyire szelíd? Igen, igen. Csodálom azért, hogy a fejedre szállt. Az úgy látszik, mert... hogy megbízik benne. Igen, igen. Hát ez igen érdekes érzés, nem volt még soha madár a fejemen. Gyere. Jössz? Gyere. De nem bánom. Gyere. Ez hobbi, vagy inkább hivatás? Hobbi. Kizárólag hobbi. Hát ennek túl... Habár most már ezt a hobbi szintet ezért kicsit most már túlhaladtuk. Azért kérdem, hogy ennek azért van valamiféle bevétele is, tehát... Igen, igen, de jelentéktelen összeg az véget, mert általában, amit keresik az őkön, a madarakon ezeket új fajtákat szoktam beszerezni. Úgyhogy nem szoktam hasznot húzni belőlük. Inkább szoktam őket tovább tenyészteni, és akkor, ami van fiók madár, azokból általában új fajtát szoktam beszerezni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, és ne felejtsék el, hogy vasárnap délelőtt 9-től 12-ig Agrárvilág a Pannon Rádióban. A viszontlátásra!